Dr. Kondzsófia országgyűlési képviselő meghívására érkezett Hédvégi Balázs Európa Parlamenti képviselő Tiszalucra, ahol egy fórumbeszélgetés keretében a térség és Magyarország helyzetéről, a közelgő választásokról és a humanitárius válságról is szóltak. Nekünk magyaroknak a történelem során már számos alkalommal bebizonyosodott az, hogy mennyire fontos kérdés, hogy olyan felelős kormányunk legyen, aki a magyar érdeket nézi, az összmagyarság érdekét, a nemzetnek az érdekét, és én ezt tényleg megtapasztaltam, és ezt kell a nemzetközi téren is mindenféleképpen erősíteni, mert nekünk ez egyértelműen egy nemzetstratégiai kérdés, nem szabad elfelejteni, hogy a nemzeti érdek mennyire fontos. Én kiválóan éreztem magam itt Tiszalucon a takta közben, nagyon köszönöm Kondzsófé meghívását. Nagy élmény volt találkozni az itteni emberekkel, több polgármester is itt volt és sok választópolgár. A legjobban nyilván az érdekelt mindenkit, hogy mi a tétje az országgyűlési választásokra most április 3-án. Egyetértettünk abban, hogy a tét a biztonság, a tét a növekedés, az a erősödő pálya, amelyre Magyarország és ez a régió is ráállt az elmúlt 12 évben, az fontos. Ez az a helyiek érdeke, hogy ez folytatódjon, de ehhez ott kell lennünk a választásokon. Ez nem adottság, ezért meg kell küzdeni, és a választásokon el kell menni, és támogatni kell a nemzeti kormányt. Fontos volt nyilván az is itt ezekben a napokban, ami a közelünkben, a szomszédságunkban sajnos tragikus módon zajlik, hiszen háború van, egy olyan új helyzet alakult ki itt Ukrajnában, amire nem lehetett korábban számítani, és amely nyilván sok új kérdést felvet. Itt a legfontosabb most a felelősségteljes, nyugodt kormányzás, és a magyar érdekeknek és a békének a képviselete ebben a nehéz helyzetben is. Nem szabad megengedni azt, hogy felelőtlenül, elhamarkodottan, uszító módon beszéljen bárki is, vagy ilyen döntést hozzon. Nyugodtságra, megfontoltságra van szükség. Én azt hiszem, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz kormány bizonyította azt, hogy mi mindig a magyar érdekből indulunk ki, és egy ilyen nehéz helyzetben is stabilan, nyugodtan tudunk döntéseket hozni. Erről is sok szó esett, és sok szó esett az elmúlt 12 év eredményeiről, a gazdasági növekedésről, a munkahelyteremtésről és sok egyéb kérdésről. Én örömmel láttam azt, hogy itt nagy az elköteleződés és nagy az érdeklődés ezek iránt, az ügyek iránt, és remélem, hogy minél többen ott leszünk április 3-án, és a Fidesz-KDNP-re szavazunk, hogy ez a biztos növekvő kormányzás tudjon folytatódni. Az külön büszkeség szerintem mindannyiunk számára, hogy azonnal és nagy erővel jelent meg a segítésnek a szándéka, itt ebben a régióban is, az észak-keleti ország részben, az egész országban, hiszen most valóban menekültek érkeznek Magyarországra, és még várható is, hogy jönnek többen, akik az életüket, családjukat, saját gyermekeiket szeretnék biztonságban tudni.